Flash játékokban gazdag, szép napot kívánok mindenkinek. Én nem okos vagyok, és a magam részéről meg is próbálom nektek megadni ezt a rengeteg flash játékot, ugyanis ebben a flash játék ajánlóban nem egy, de legalább hat játékról lesz egyszerre szó, bár ezek témailag meglehetősen összekapcsolódnak, ugyanis mindegyik a The Great Escape sorozathoz fog tartozni. Van egy konyha, nappali, fürdőszoba, pince, padlás, és még közte egy hálószoba, és ezen kívül egy egyesített teljes házas rejtvény is. Mindegyiknél az a feladat, hogy kiussál a hát szobából, vagy éppen a házból, illetve hát a The Great House Escape az már kicsit más, és ez nagyszabású a többihez képest. De igazából a többinél két részre lesz osztva, mivel ezek logikai feladvány lévén mindegyik olyan, hogyha egyszer végig csináltad, akkor onnantól kezdve már nem izgalmas, úgyhogy az elején mondok róluk előjáróban néhány szót, illetve hát egyszer, aztán majd a The Great House Escape előtt még egyszer, és közte pedig bemutatom a megoldást, tehát egy ilyen végigjátszást csinálok a dologból, amiközben értékelem is a dolgot, így teljesen szubjektíve. Tehát el is kezdem, ez volt a legelső, a The Great Kitchen Escape. El is indítom, és íme itt van a kezelőfelület, ami kicsit eltér a többiétől, ugyanis itt van egy ilyen craft menü, hogy úgy mondjam, ahol megmutatja, hogy egy tárgyat hogyan hozhatunk létre. Szerintem egészen kitalálható egyébként, hogy ez a tárgy, ez egy ilyen fúrószerűség lesz. Minden esetre a játékmenet nem áll másból, mint kattintgatásból. Ahol megjelenik nektek a pointer, ott kattintotok egyet, és próbáljátok kitalálni, hogy milyen cuccokat kéne összeszedni. Tehát az egész egy ilyen interaktív dolog. Lehet több irányba is nézni. Össze kell gyűjteni a kiutásokhoz feltétlenül szükséges dolgokat, valamint össze kell craftolnotok néhány dolgot. Úgy általában észre lehet venni, hogy mi az, amire szükség lehet, és mi az, amire nem. Például papagájra feltétlenül szükség lehet, kutyára. De hát láthatjuk, hogy az ajtónak nincsen se kilincse, hát azért a kulcsuk se valami meggyőző egy kilincs nélkül. Tehát egyértelmű, hogy a fúróra lesz szükségünk, és a fúróhoz szükséges dolgokat kéne előteremteni. Úgyhogy ennyi lett volna így előjáróban, innentől kezdve az egész, hát nem is hogy spoiler, hanem konkrétan végigjátszás, egy egyféleképpen végigjátszható játékhoz. Úgyhogy innentől kezdve, hogyha valakit érdekel ez a játék, az most próbálja ki. Így láthatta, hogy milyen, próbáljon rájönni a feladványra, ez például szerintem nem olyan nehéz, így utólag meg pláne nem. Próbálja ki magát ebben a játékban, én pedig folytatom az egészet, mint végigjátszást. Tehát vágjunk is bele. Itt vagyok a kiindulási helyzetben. És fogom ezt a kannát. Így közben azért elmondom, hogy hát szerintem ez a grafika, ez nagyon poén. A zene az meg pláne nekem nagyon bejön. Az egésznek úgy van egy hangulata, ami miatt hiába tudom a megfejtést, számtalanszor végigvittem már ezt a játékot. Utána fogjuk ezt szerintem rádió. Hát ez lenni már eléggé nyomorúságosra sikerült. És begyűjtjük belőle az elemet. Itt a konnektor, gondolnánk, hogy ez a mixerhez tartozik, de nem. Ez elég feltűnő, ez a fagyott hal szájában a késsel, nem tudom ki ez a hülye, aki így összefagyasztotta. Itt pedig egy érdekes megoldás jön, kihúzzuk a tollát, és a kutyát pedig felizgatjuk, hogy letüsszentse a nyakörvet. Akkor most már csak mindent a helyére illesztünk. Először is a kannát feltöltjük hideg vízzel. Ez nekem nagyon tetszett, hogy ahelyett, hogy engednénk simán meleg vizet ebbe a tálba,
mi lesz a megoldás? Úgy öntünk bele meleg vizet, hogy kell hozzá ez a vízmelegítő, abba beletölteni a hideg vizet, kell a konnektor, azt felcsatlakoztatni és beindítani a vízmelegítőt, megkapjuk ugyanazt a forró vizet, amit melegvizes csappal is el tudtunk volna érni. Utána ide lerakjuk ezt a bödönt, ezt a tálkát, fagyott halat beledobjuk és ráöntjük a forró vizet. És íme elengedte ezt a kést. Ezek után belépünk a crafting menübe, és mindent szépen a helyére illesztünk. Na, felejtsük el kivenni a kreatúránkat. És ezzel már csak ki kell fúrnunk az ajtót. Szerintem hát ez egy nagyon alapú bevezetésnek nem volt rossz, készítőktől se igazából. Úgyhogy szerintem mindjárt folytathatjuk is a következő. Így megjött is a második alany, a The Great Living Room Escape. Tehát amikor a nappaliból jutunk ki. Képek azt mutatják, hogy nem sok minden változott. De itt már azért van egy elég komoly különbség. Látjuk ezt a hülye halat, és azt is, hogy ott van nála a kulcs. Tehát megint valami baromi triviális dolgot kéne valami trükkel megoldani. Íme itt van ez a szemüveg. Szívószál, mi lesz ebből? Party? Steroid? Uha. És mindezt egy hörcsöggel. Hát szerintem kinek ne jutna eszébe, hogy a hörcsögnek odaadja a szteroidot. Egyértelmű, ha már te nem meheted meg. Akkor már csináljunk egy érdekes kinézetű, nagyon izom hörcsögöt. Egy búvár szemüveget készítünk neki. Pastel Games csinálta a játékot, itt reklámozza magát. És egyértelmű, hogy mit csinál egy szteroidozott hörcsökből úszót. Természetesen a búvár szemüveg, és akkor ő már úszol nagyon is. Mindezt egy horgász bottal kombináljuk, és még rá is lógatjuk a horgász botra ezt a szerencsétlen szteroidozott úszó hörcsögöt, és berakjuk a halhoz, ahol nem vár dolgok történnek. Például egy beképzett halat csúfúl lepofozza a mi hörcsögünk. Kicibálja nekünk azt a kulcsot, amit szerintem saját kezünk is kivettünk volna. És íme. Nem érdemtelen ez az ünnepélyesség. Külön ez a háttérzenével jól jön ki. És már csak eltaláljuk a kulcsukat. Rá se kell fókuszálni. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy sok tekintetben hasonlított az elsőre, bár mondjuk ez a szteroidozott hörcsög, ez kicsit kézenfekvő és mégis érdekes ötlet volt. De jön a következő, ami szerintem már ráadásul lényegesen komolyabb is az előzőeknél. És íme elérkeztünk a harmadik hatalmas kiutáshoz, ami nem nélkülöz új ötleteket. Például itt van egy pók, akivel fene se tudja, mi dolgunk nekünk. Viszont ezt a kefét, ezt jobb, ha megszerezzük, itt pedig egyszerűen ránézhetünk a semmi hasznú dolgokra. A fogpasztára mindenképpen szükségünk lesz, nem különben a parfümre. Nem, a parfümre arra nincs szükségünk, azzal csak szórakozni lehet. Hát, őszinte legyek, nem értettem, mit mondott, de feltételezem, szükség lesz rá.
De egyébként, ha belegondolunk, tehát jó, erről a helyről beszélt, de hogy figyelem, itt van a kulcsjuk. Nem tudna egy légy egy kulcsukon kimenni, hogyha nagyon akarna? Muszáj neki ide felrepülni? De így a történet ismereteiben még azt elfogadom, hogy nem tud kimenni a kulcsjukon. Majd ti is látni fogjátok, hogy miért, bár hát kimenni még tudna utána. Hát végül is mindenre van magyarázat, de hagyjuk. Tehát ez még oké, félig meddig el lehet fogadni, hogy itt nem fog tudni visszajönni, majd nem is kimenni, hanem visszajönni. De nem, tudnia kéne. Mindegy. De... ez meg kicsit, hogy hívják, lesz kicsit groteszk, azt lehet mondani. Minden esetre, hogy a pók, az itt levő pók, az itt levő legyet, aki ide akar elmenni, miért zavarja? Tehát mondom, azért mondjuk kicsit groteszk, meg torzított, hogy legértékesebb dolgokat természetesen hol máshol szednénk össze, mint konkrétan a WC-nél. Három tárgyat is itt találjuk meg a legtöbb hasznos dolgot. Viszont hogy eldugul ez a gonosz pók. És az anyós fogat is hasznosítjuk. És a kis fűrésszel pedig újabb kraftolást hajtunk. Végre csinálunk egy fogkefenyelet. Ragasztós fogkefenyél. Megint Pastel Games jár. És egy fél kulcs. Nézzük. Ugyanazt mondja, csak most fele annyi a kép. Na tehát mondom, hogy nem tudom, hogy mi bajod neked ezzel, azt se tudom, mi volt a bajod a pókkal. Minden esetre mi sem természetesen, mint hogy ezt így szedjük szél. Mit csinálsz? Na most mit reagálsz? Na ez például nekem nagyon tetszett. Ez nagyon poén, még ezzel a grafikával is, még hogyha... tehát itt konkrétan a játékban természetes FPS-e ennek nem túl nagy. Ott megint elrepült egy Pastel Games-jel. Tehát itt azt akartam mondani, hogy jó, a kulcssal együtt nem tudna visszajönni. De hát ez a kulcsnak csak az a része, ami szerintem át is férne. Tehát ez nekem kicsit erőltetett. Minden esetre megcsinálok ezt a nagyon ronda kulcsot. Itt viszont nem úgy, mint az előzőben. Nagyon keményen ránézünk a kulcsukra is. És itt meg már sárga az egész kulcs. Mindegy, nagyon lazák vagyunk. Belöktük az ajtót. Sikerült. Bravo! Bravo, sikerült kijutnunk. Végre a klozetből is. Remek. És íme, neki is vághatunk a szerintem legjobb ilyen kis minigame-nek, ami a pincében játszódik. Íme, itt is vagyunk a negyedik minigame-nél. Nekem ez a személyes kedvencem. Úgyhogy vágjunk is bele. Egyébként ez volt az első, amit végigjátszás megnézése nélkül nem tudtam megcsinálni. Minden esetre talán észrevettétek, hogy a 3-asnál már kicsit változott a dizájn az előzőhöz képest. Hát először is ellopjuk ezt a sílécet. Utána pedig itt kínosan gyűjtenünk kell. Szögeket. A biciklit is alaposan kibelezzük, hogyha eddig olyan nagyon jó állapotban lett volna. Itt megpillantottam az újabb sílécet. És itt van szerintem, ez viszont nagyon értelmetlen rejtvény volt, tehát hogy kalapáccsal a dobot széttörjük azért, hogy megkapjuk a deszkákat belőle. Ez szerintem azért enyhén erőltetett volt. Itt kiveszünk egy szem répát. Én is elárulhatom, hogy itt is állati erőforrásunk lesz.
itt találjuk meg az összes maradék hasznos dolgot. Remélem, most nem felejtettem el egy csavart se. Mosógépet kivelezni. Ők hány csavarral állunk. Akkor nem felejtettem el egyet se. Ez is érdekes, hogy amíg nem zoomoltunk rá, addig nem volt itt az egér. És akkor már csak össze kell rakni a nagy művet. Balsi. Jobbsi. Felszögezzük rájuk a deszkákat. Összekötözöm. Erre rálógatom ezt a kötelet. És így most jön a csavarhúzó, nem ám, hogy a dobozt kinyissam. Rendben. Felélesztjük a fogaskerekeket. A mosógépnek a dobját is. Berakjuk az egeret, és felrakjuk neki a répát. El is kezdem bőszen futni. Annyi, hogy valahogyan berepül oda ez a kötél. Szerencsétlen ki is fáradt, de keményen, mert hát beakadt a kötél, de nekünk meg kinyílt a padlás teteje. És vígan elhagyhatjuk azt. Nekem ez személy szerint nagyon bejött. Bár mondom, a megoldást azt nem nagyon tudtam előteremteni. Sajnos ez most valamiért kicsit laggolt is. Minden esetre jön az utolsó előtti, de hát az utolsó előtti, ami még nem a house, hanem egy szoba, jön a hálószoba, ami szerintem ezzel szemben a kifejezetten legrosszabbul sikerült a sorozatban. Így ezt lehetett is az előzőből folytatni. Kezdjünk hozzá. Azért nem mondom, hogy ez teljességgel nélkülözte a jó ötleteket. Ez jó, mondjuk itt van ez. Óra. Valamit már megtanulhattunk, hogy mindig az apróságokat kell keresni. Tehát például itt ezt a töltőtollat. Ezekből nem volt semmi. És szerintem itt van az egyik legnagyobb baromság. Tehát, hogy szedném le a telefont. Jó, nem lehet leszedni az alját. De jobban megnézem, a tetejét le lehet. Jó, leszedtem a tetejét. És most már le lehet szedni az alját. Hogy miért nem lehetett vagy a kettőt egy lépésben, vagy tetszőleges sorrendben, vagy valami, ez egyszerűen programozói hanyagság. Viszont itt legalább tudunk felfelé is nézni, és láthatjuk ezt a gyönyörű lámpát. Remekül kárpótoltak. Azért nem mondom, hogy ebben a részben nincsenek jó ötletek. Tehát például ez az óra. Leszámítva azt, hogy nagyon torz, de ez 2 órát akarna mutatni. Rá lehet arra jönni, hogy az ébresztő órát azt itt le kell rakni, hogy a macska felébredjen. De hát észre kéne venni, hogy ez 2 órát mutat, és akkor szépen elesődtem volna magamtól rá. Végig lehet léptetni az órát. Hogy ha morcosan is, de a macska elhagyja ezt a kulcsot. Mondhatni, hogy szuper. Csak hogy ezen az ajtón meg nem, hogy kilincs nincs, hanem kulcsjuk nincsen. Tehát most nagyon örülünk, hogy van ez a réz kulcs. Amit még be se lehet rakni, mert le van zárva. De hát hiába, ha egyszer nincsen kulcsjuk. Ez szerintem mondjuk eléggé átlátszó volt, hogy a töltőtollal lehet ezt kihúzni. Ott már meglepőbb, hogy erről, hogy a szekrényből erre van szükségünk, erre a reteszre. És még mi kell a szekrényből, a kulcssal is tűnt, ez is érdekes. Ez a ragasztó. És ennyi. És ebből legyél okos. Mit kell csinálni? Természetesen a telefonkagyróból csinálni fűrészt. Ezek után ebből az ágyból kivágni egy szeletet, amit össze kell kombinálni ezzel a kötéllel. Mondom, szerintem ez már nagyon elborult. Felfelé nézve a telefont fel kell lógatni, a fellógatott telefonra ráakasztani ezt a nehéz
ezt a súlyt. Nézzéket, széttörni a zárat. És... remek, sikerült kijutnunk. És milyen szabályosan tört szét ez az ajtó, majd Grithouse eszképben, amikor visszatérünk, azt láthatjuk, hogy hát nincs ez valójában ilyen szépen összetörve, ez csak a valóság megszépítése. És akkor maradt a szobakiutós játékok közül az utolsó, a padlás, ami szintén érdekes, de vannak benne hasonló, eléggé eltorzított dolgok. Viszont végre kapunk egy másik zenét ehhez, talán már megunt mindenféle házi készítési hangszerekkel játszott dallam helyett. És íme itt is vagyunk a padláson, ahol szobából kiutós kalandjaink végére fogunk érni. Kezdjünk hát neki. Egy régi kellék, a csavarhúzó. Íme a kiskocsit is leakasztjuk, és itt megpillantottam egy kereket, mert jobb lesz minél gyorsabban megszerezni, és ami eléggé torznak tűnik. Itt körülbelül Stewie Griffin feje. Annyi köze van ennek a kerekekhez. Itt pedig ezzel még sok bajunk lesz, ezzel a széffel. Mert én most végig próbálhatnám neked az összes variációt, ami van. Biztos, hogy nem nyílna ki. Kipróbálom úgy, hogy így. Aztán még így. Meg még egyet. Így. Lehet, hogy végül is más variáció lesz a nyerő, de ez semmi nem teszi kötelezővé. De ezt most még nem áll rendelkezésünkre, maradjunk annyiban az a tudás, amivel ki tudnánk nyitni. Na itt jön megint egy ilyen kis groteszk közjáték, hogy a kukában találjuk a legtöbb értelmes dolgot. És eddig egy kerekünk van, viszont megvan az összes csavar. Itt vannak ezek a hülye denevérek. Nekkel most még nem tudunk semmit se kezdeni. Viszont ezt a babakocsit alaposan lebontjuk megint csak. És akkor most hogyan használjuk ki ezeket a denevéreket? Mi sem természetesebb, mint amikor egy kis zenét szeretnénk hallgatni. Felhúzzuk. És ide pattantok. És sikerült is leszedni ezt a kötelet, pedig most még nem olvasottam. És egyesével elkaphatjuk őket. Láthatjuk, hogy ezek nem is denevérek, hanem zseniális nagymesterek, és nem pörög a lemez. Tehát a repülését mindjárt rá is kötöm erre a kötélre. Viszont stealth eset, ezt meg kéne kérni arra, hogy szerezzük meg azt a zseniális tárgyat, ami ebben a szépben lehet. Jó, végül is itt ez a jó kombináció. Jó. Jó, most még azt lehet mondani, hogy korrekt volt, mert már csinálta, hogy kipróbált kombináció lett végül a nyerő. Tehát mondom, csak akkor lesz egy kombináció nyerő, hogyha a nagymester elfogadta. Viszont ez meglehetősen random, hogy mikor mit fogad el. Megkaptam ezt a zseniális kis kulcsot. Tehát nézzük, hol volt a kijárat, itt volt. Csúfol be van kötözve. Ezt a problémát kéne valahogy megoldani. Viszont valahol láttam egy nagy dobozt. Ebbe csavarúzóval belehajítunk. Ugye a lyuk nem volt rajta, de belehajítjuk a csavarokat. Aztán vagy a csavarokon keresztül húzzuk úgy a kerekeket, hogy ne essenek ki. Nem tudjuk valami stabil szerkezetnek. Aztán ezt ráhúzzuk a keretre. Ráakasztjuk ezt a kis kocsit. Belerakjuk a kiskocsiba a kiskulcsot, jól felhúzzuk. És hadd menjen borzasztóan idegesítő hangján. És ezzel sikerült elérnünk, hogy ennyivel arrébb elmozduljon ez a hatalmas doboz. Utána elhajítjuk ezt a nagymestert. Miért, hogy ezt a kötelet nekünk odafeljuttassa, mi nem tudtuk volna feldobni.
ezek után Macho nagymester szépen felemeli ezt a kis kocsit, és bezúzza a levezető utat. Na igen, itt azt lehet mondani, hogy több problémám is volt ezzel. Tehát például, miért kellett nekünk a kiskocsival arrább vitetni ezt a dobozkát? Másrészt miért kellett a nagymesternek azt a... tehát a flight, a repülőnek, annak miért kellett azt a kötelet felhajítania? Miért nem csinálhatta az az erő Macho az egészet? Minek kellett nekem az nagymester, hogy ezt a kötelet oda vigye? Vagy hogyha volt nekem ez a kétféle nagymester, akkor minek kellett ezen kívül kiskocsi, és még egy nagymester ahhoz, hogy a kiskocsinak a kulcsát megszerezzem. Hát ez nekem azért már túlzás volt. Minden esetre ez volt az utolsó ilyen szobából kiutós játék, úgyhogy érezzétek úgy, hogy kezdődik előről az egész, és következik a nagyszerű ház elhagyása, ahol teljesen újféle történettel ismerkedünk meg, és ami egy egészen nagyszabású játéknak ígérkezik. És üme. Eljött ez a pillanat is. Amikor is bemutatkozik ez a játék. Ami azért már nem azon a szinten van, mint az előzőek. A System Case. Fú, még gombok is vannak, azt a mindenit. Minden esetre Gaming News, hát mi közelnek ehhez? És aminek úgy nézem, titkos ügynökök, szuperhős, kiállított itt benne. Ki kellett, meg kellett vizsgálnom, kellett figyelnem. Ez a gonosz röhögés volt mindig mögötte. Tehát nyilván akkor ma fel is kell csapni szellemírtónak. És itt gyorsan kikaptam egy zsákot a szekrényből. De azért pár szót itt is szólok. Tehát mint láthatjátok, itt elvileg a szobákban úgy nagyjából azok az állapotok uralkodnak, amikben itt hagytuk őket. Igazából azt lehet mondani, hogy azok ilyen felkészülések voltak ehhez a játékhoz. És igen, meg tudnám mondani azokat a helyeket, hogy melyik szobában hol tud a szellem röhögni, amikor még a képernyő is beleremeg. Most már persze nyílik ez kilincs nélkül is alap. Meg itt is újféle zene van, és itt van ez a nagymester. Másik, nem tudom hova lett, ő leszakadt, nem tudom hova ment. Ezek viszont lepottyantak tényleg. És itt lehet látni, hogy ez itt azért nem tört olyan szépen össze. Valamint, hogy az idő megállt. Ahogy nézem, mindig 2 óra van. És ez az óra, ez meg visszagurult a helyre, hát láthattátok, hogy elgurult. Tehát itt most megint külön fel tudom vinni a figyelmeteket, hogyha az eddigi játékok nem győztek meg arról, hogy értelme lenne kipróbálni, akkor most még egyszer fontoljátok meg, mert ez sokkal komolyabb, és ugyanakkor én ezt csináltam először, és ez nem olyan nehéz és elvont, hogyha egy-két dolgot észrevettek. Tehát, és innentől kezdődik a végigjátszás, úgyhogy jól fontoljátok meg, hogy velem tartotok-e. Na szóval én már süttyomban innen kiloptam ezt a zacskót. Ezt a Root boszorkány képet innen lekapjuk. A szekrény magától arrébb csúszik, ha a kart meghúzom. Ez is érdekes dolog. És itt egy kis ajtó. És itt van a banya, aki látványosan máshogy néz ki innen. És innen. És megmutatja, hogy miket kell megszerzünk. Macska farkát, a halfejet, a pókhálót és a fogkrémet.
fokrém az még megvan. Aztán innen porszívott ezt a, nem tudom, csődarabot. És ezt a tölcsért. És itt van ez a pocsvasztó üstje is. Innen szerencsére a pók már kidöglött, a pókhálót nyugodtan elvihetjük. Viszont nem tudom, hogy mit keres itt ez a fogkefe. Meg ez az anyós protézis. Meg ezt miért nem lehet kinyitni, az már más. Próbáltam elkerülni, de legalább ezt is látjátok, tehát, hogy remegett a képernyő és röhögött a szellem. Innen kell a spray. És már semmi. Hol lehet ez a tölcsér? Akkor itt lesz. Meg is van. Akkor lépünk egy szintet. Itt a lesz macska. Megint nem hagytuk békén. Megint hős lett és megint ide rocsogtatott. De egyébként elment és közben meg itt maradt az is, ugye? Itt is a képünkbe rög a szellem. De a hal fejet leszedem. Ami hát nem az igazi hal feje volt. Íme. Szerintem mindent sikerült beszerezni, amit a Vénbanyu mondott. Kezdjük el Potiba mutatott dolgokat behajgálni. Látszólag nem történik semmi. Aztán amikor mind megvan. Hát ennél szánalmasabb tadá hangot elképzelni nem tudtam volna, őszinte legyek. Porszívóra kol... A porszívóra nem kolbász töltött. Miért akarok mindig kolbász töltött rá? Ha rakok rá egy csövet és egy tölcsért, akkor már szellem... Szellemfogó 2000 lesz belőle. Egyértelmű. Porszívó plusz cső plusz tölcsér egyenlő szellemfogó 2000. Ezt megjegyeztem. És itt van ez az anti-ghost liquid, amiből végtelen van, és ahol a szellem tud rád röhögni, ott te is le tudod sprézni bosszúból, és akkor látható lesz. És akkor végre el tudod kapni, nyomkodok én közben össze-vissza. És akkor végre el tudod kapni porcióval. Sikerült is egyet észrevenni. Minden helyiségben egy darab szellem van. Ezt a porció automatikusan begyűjti. Például nekem első, amikor nem tudtam, hogy ez milyen jellegű játék, hiányzott egy kis akció. Őket hiányoltam, hogy csak egy pályából áll a játék. Tehát igen, ilyen ötleteket szerezni tényleg nehézkesebb. Tudni egy akción játéknál legyártani 20 pályát. Féli aktakban mondjuk. Hát igen, innentől kezdve ez már nem egy nagyot vasz. Akkor rondan már rondabb szellemeket egyesével hagyni, hogy ez a porcívóból, csőből és tölcsérből álló ketyere, ez a szellemfogó 2000, ez mindez begyűjtse. Van egy nagyon elhízott szellem, innen mondjuk tényleg hiányzott lentről a fél szemüveg. Kifelé, és akkor egy helyiség maradt. Megint nyomom össze-vissza az antigosztot. Sikerült is elkapni. Próbáld denevér szállnak nevezteni, mindig ugyanazokat játssza le. Természetesen mondhatnám azt is. És leviszem őket. Szerintem még ezt is ki lehet találni, hogyha megvan a zsák. Nyilván az a dolgunk, hogy abba belerakjuk. Itt meg hát az embernek hát, ha nem tud vele semmit csinálni, lesz az ötlete, hogy oda viszi a banyának. Sajnos Potiba nem lehet bedobni az üstbe. De ha odaadjuk a banya elé, akkor
Magikusan odább löki az üstöt, és megsemmisíti ezeket a rohadt szellemeket. Íme. Hatalmas vibrálás és lap közepette. Sikerült őket eltüntetni. És nyugodtan távozunk. Hatalmas lap közepette. És még kapunk egy közös képet is. És én itt azt gondoltam, hogy nem the end meg minden, hanem hogy még lesz valami folytatás. De sajnos az egész játéknak nincsen azóta folytatása. Minden esetre így végszóként elmondhatom, hogy ez a dolog, ez végül is eléggé végjátszásba ment át. Attól függetlenül azért hát szerintem, hát mondom, ez nem kifejezetten volt most egy ajánló. Ettől függetlenül ajánlás, ez megtörtént, tehát szerintem ez egy jó pofa sorozat volt, meg eleve, hogy ilyen fajta flash játékok vannak, nekem ez tetszik ez a dolog. Minden esetre még így végszóként megnézem, hogy mi lenne itt a következő videó. Hát lekopogom, hogy Electric Man 2 lesz a következő, de ez mondom igazából inkább a gépen múlik, mint sem rajtam. Hogyha nem Electric Man 2, akkor még nem tudom, hogy micsoda, de hát azért eléggé próbálok egy szisztémát tartani, és akkor egy idő után el fog fogyni az a töltelék sorozat, hogyha már megismerhettük ezt a töltelékszerű epizódot a 15-ös stratoszférben, akkor ez a töltelék sorozat, ez most már azért minimum a felénél tart, de lehet, hogy még annál is tovább. Aztán remélem, hogy később még valami kis gépfejlesztés is összejön, és akkor valami komolyabb sorozatot is össze lehet hozni. Ezért a lehetőségek nem korlátlanok. És legyen ez a végszó ennél a meglehetősen szerintem hosszúra nyúlt videónál, amiben 7 flash játék is, de mindegyik eléggé egy kaptafára ment, bemutatásra került. Megköszönöm a figyelmeteket, sziasztok!